Néhány hete használom az új iPhone 16 Pro-t, és jó néhány érdekes dolgot felfedeztem vele kapcsolatban, amiről mindenképp beszélnünk kell. Komolyan. Ezek a dolgok, amik konkrétan nem is láttam őket más review-kban, mindent a saját napi használati tapasztalatom alapján, szóval szerintem érdemes végignézned a videót. Kezdésnek legyünk őszinték egymásra, ezt így ígérjük meg. Jó? Érdemes megvenni az iPhone 16 Pro-t, vagy inkább várni a 17-es sorozatra? Azért nem fogom rögtön elmondani, nyilván nem, hiszen az nem lenne egy jó YouTube videó, ugye, de viccet félretéve amúgy sokkal bonyolultabb a kérdés, mint hogy egy egyszerű igen vagy nemmel megválaszolható legyen, szóval nézzük meg alaposan. De ha már az előbb az őszinteséget említettem, kössünk egy paktumot. Maradjunk is őszinték. Néha csak azért váltunk, mert jön egy új dizájn. Nos, ez nem az az év. A dizájn ugyanaz, bár igen, a kijelző szélei vékonyabbak lettek, és kaptunk egy új gombot, de ez nem elég indok szerintem a váltásra. De akkor miért váltanál? Mert A. régebbi telefonod van, mint az iPhone 13, vagy B. tudod, hogy ki fogod használni a legújabb technológiákat, és a mindennapi használat során segíthet produktívabbnak lenni, és kreatívabbnak lenni, és persze van a C opció, amikor egyszerűen csak mindig a legújabb telefont akarod. De ebben a videóban inkább olyan dolgokra fókuszálnék, amik segíthetnek egy bölcs döntést hozni, és a jelenlegi iPhone 16 Pro funkciókkal, ami később fontos lesz. Tehát, néhány hete használom a 16 Pro-t, és van néhány gondolatom. Szóval nézd végig az egész videót, és hidd el, hogy van néhány dolog, amire nem gondoltunk a bemutató során, de még az unboxingnál sem. A videó végére remélhetőleg kiderül, hogy az iPhone 16 Pro tényleg megéri-e, vagy szertefoszlottak az ilyen első wow faktor érzések. Kezdjük a teljesítménnyel. Az Apple új A18 Pro chipje hajtja az iPhone 16-ot, de itt az igazság az, hogy a napi feladatok során nem igazán lesz érezhető, egyáltalán nem. Scrollozgatások, alkalmazások indítása, de a játék, kamera, minden brutál gyors, de ugyanígy volt az iPhone 15 Pro-val is. Valójában, ha csak nem vagy egy olyan szintű power user, nem fogsz nagy különbséget észlelni, de lehet még egyáltalán semmit sem. Viszont van egy funkció, amit igazán megszerettem, az pedig a kijelző fényereje. De nem a csúcs 2000 nit, ami továbbra is brutál, ahogy a 15 Pro-ban volt, hanem inkább az, hogy a 16 Pro minimális értéke egészen 1 nitig megy le. Ez olyan helyzetekben király, mint amikor például podcastet vagy videót hallgatsz alvás közben, vagy elalváshoz, vagy éjszaka néznél valamit, és persze nem akarod felébreszteni a partnered. De az egyik kulcskérdés számomra az az akkumulátor teljesítménye. Az Apple állítása szerint az iPhone 16 Pro 4 órával hosszabb lejátszási időt biztosít a 15 Pro-hoz képest. Szóval, amit a mindennapok során tapasztalok, az az, hogy a javulás tényleg ott van, de mérsékelt. Jól bírja az egésznapos intenzív használatot, még sok kamerázással és videózással is. Egy teljes napot bír, de akkor is, amikor például ezt a nagy kameratesztet csináltam, amit egyébként nézd meg, ha még nem láttad, de még most is azért estére töltőre kell rakni, vagy lehet, hogy ilyen 8 óra körül. Szóval, a válasz igen, jó az aksi, de a valódi kérdés, hogy ezek az akkumulátorok hogyan teljesítenek idővel. Viszonyításképpen a 2 éves 14 Pro 83%-os maximális kapacitással rendelkezik, egy barátom 15 Pro maxa egy év után 92%-kal. Szóval nagyon remélem, hogy az Apple jobban fogja kezelni az akkumulátorok tartóságát, és ez már a 16 Pro-ra is igaz lesz. Most egy szomorú rész jön, ami ironikusan a kedvenc részem is, iOS 18. Siri, play that one song Diego sent me. Imádom, hogy testre szabhatod a kezdőképernyőt, megváltoztathatod az ikonok helyét és színét, a lock screen két gyors elérési gombját más alkalmazásokra cserélheted, a control center teljesen megújult és elég szép, de azért igényel némi tanulási görbét, főleg, hogyha évek alatt ugye berögzült, hogy mit hogy használsz. Az újítás, hogy lapokba van szerkesztve, és ebben vannak kedvencek, média, vezérlés, okos otthon, és még sok minden más. Teljesen átrendezheted a preferenciáit szerint, ami király, hogyha szeretsz így játszani a telefonnal és testre szabni a telefonod, és tudom, ez 1000 éve van Androidon, de ne menjünk bele ebbe a
témába. Én pár órát szórakoztam vele, és szerintem elég jól sikerült személyre szabnom. Szóval, az iOS 18 valóban fasza új funkciókat hozott, szeretem őket, de ugye ez a szoftver oldal, és majdnem az összes funkciója elérhető, míg az iPhone X-en vagy 10-en is, ami hány éve is volt? De amit a régebbi telefonok nem kapnak meg, az az Apple Intelligence, bár ugye a 15 és 16 sorozat sem, mivel az Apple egyszerűen nem tett egyetlen Apple Intelligence funkciót sem az iOS 18.0-ba. De egy dolog, hogy nem lesz Apple Intelligence Európában egy úgynevezett Digital Markets Act DMA miatt, amit az Apple a Financial Times-nak el is ismert, de még Amerikában is csak októberben jön az első néhány funkció az iOS 18.1-el, és majd szépen lassan 2025-ben fogják kihozni az összes beharangozott funkciót. Ez akár azt is jelentheti, hogy az iPhone 17-es szériáig nem is lesz teljes az Apple Intelligence, meg biztos, hogy lesznek bugok, szóval ha a 14-esről vagy azelőtti iPhone-ról az Apple Intelligence miatt lenne egy főérv a váltásra, akkor tutira ne tedd. Ez az én véleményem, de mi a tied? Kíváncsi vagyok rá, szóval oszd meg, hogy mi a pro, mi a kontra listát, hogyha van ilyen, és folytassuk a beszélgetést a komment szekcióban. Most, hogy így belelendültünk, térjünk át a problémákra. Néhány hét után azt vettem észre, hogy az iPhone 16 Pro hajlamos felmelegedni egy picit jobban, mint a 14 Pro és a 15 Pro, különösen intenzív használat során, mint például videószerkesztés vagy játék. Nem nagyon zavaró, de ha hosszabb ideig használod, szerintem érezni fogod. Nem tudom, hogy ez egy szoftveres probléma-e, vagy lesz egy új gét, de gondoltam, megosztom veled, mert más review-kban nem hallottam, hogy beszélnek erről. És van itt még valami. Ugye nagyban hangoztatja az Apple az új MagSafe gyors töltését, ezt én mégsem érzem drasztikus javulásnak. Persze egy kicsit gyorsabban tölt az új MagSafe töltővel, de még mindig köszönő viszonyban sincs más gyártók, ugye Android, Udeo, szuper gyors töltéséhez képest. Szóval, több hét használat után mi a véleményem? Az iPhone 16 Pro egy fantasztikus telefon, de nem tűnik olyan hatalmas ugrásnak az előző évhez képest. Ha nem egy régebbi iPhone-ról frissítenél, lehet, hogy érdemes várni, különösen mivel az Apple Intelligence még mindig hiányzik az egyenletből. És ezért a jelenlegi funkcióit nézzük, ne a jövőbeni képességét. De van itt egy csavar az idei iPhone-okkal. Ha nem használtad igazán a telefotó objektívet, és nem játszol ilyen pro durva játékokkal, ezáltal ugye nincsen szükséged a ProMotion 120 Hz-es frissítésre, érdemes lehet megnézed a Nem Pro sorozatot. És azoknak legalább tényleg menő színei vannak, és megkapta a Camera Capture Button-t, meg a dinamikus szigetet Dynamic Island-et, szóval lehet, hogy ez egy jó ötlet lehet. De persze ez csak egy gondolat a részemről, nem jelenti azt, hogy az iPhone 16 Pro rossz telefon, sőt, éppen az ellenkezője, nagyszerű, de mégis olyan befejezetlennek tűnik. És pont ezért gondolom, hogy érdemes lehet várni, amíg az Apple kiadja az AI funkciókat, és addig spórold meg a pénzed. Be kell vallanom valamit. Van egy dolog, amit kihagytam, és ez a kamera részletes átbeszélése. Ugyanis jó pár részletre bukkantam rá, és persze lett is néhány gondolatom például a kamerakontroll gombbal kapcsolatban. Ugye az elején nehéz volt megtanulni, aztán nagyon szerettem, és képzeld, hogy most már egyáltalán nem használom, de hogy miért? Mert horizontálisan mondjuk jó, de vertikálisan nem természetes az egész, ahogy fogom, és hogyha meg egy állványra rakom, vagy egy rigre az iPhone-t, akkor meg konkrétan nem érem el, de részletesebben majd ebben a videóban, hiszen ugye attól még a kamerakontroll az egyik legnagyobb újítás, és a videó, amit készítettem, baromi részletes tesztet tartalmaz az összes új kamerafunkcióval beleértve a photographic stílusokat, a 120 fps-es videót, az audio mixinget, és még sok mást. És pluszban összehasonlítottam a Sony A7S3-ammal, meg azért az iPhone 14 Pro-val is. Szóval, ha érdekel a fotózás és a videózás, mindenképp nézd meg azt a videót is, majd ide tudsz kattintani. Lájkolj, kommentelj, iratkozz fel a csengővel együtt, mert rengeteg tartalmam jön még, iPhone-os is, 3D nyomtatás, tök izgi dolgok, de még egyszer, köszönöm szépen, hogy itt voltál, találkozzunk a következőben, mondjuk itt, kat,
Szia, sziasztok!